Én Heligerman Gábor vagyok, a Tapolcai Kerületi Vöröskeresztnek a vezetője, és most egy ilyen viradás alkalmából találkozunk itt Pálkövén. Miért fontos ez a véradás? Ez a véradás azért fontos, mert ezzel az ember saját vérével, tehát egy ember a saját vérével három életet tud megmenteni. És a vért még nem tudja a mai tudomány előállítani. Tehát ezért van rá szükség, hogy az emberek egymáson tudjanak segíteni. Fájt? Nem. Nem. Milyen érzés vért adni? Szerintem jó. Sokszor adtál már vért? Sokszor, igen. És örülsz neki, hogy segítheted az embereket? Egyértelmű, mert máskülönben nem csinálnám. Az jó. És ha mondjuk nem lennének olyan sok emberek, mondjuk egy-két ember jön el véradásra, akkor az baj lenne? Igen, mert ha ez tartósan így lenne, akkor elfogyna a vérkészlet, és nem tudnánk gyógyítani azokat a betegségeket, amihez vér szükséges, vagy vérkészítmény, azokat nem tudnánk gyógyítani. Egy kis szívecske, és erre rá kell szólítani, amíg szólok. Jó. Szerintem mondjuk egy liter vért kellene adni, akkor az... Ha az ember veszteségét okozhassa, vagy összeálljon, vagy mit okozna? Hát, nem vesznek le egy liter vért senkitől, csak 4,5 decilitert vesznek. Előfordulnak rendkívüli esetekben, hogy több vér kellene, de akkor nagyon-nagyon vigyázni kell, és orvosi körülmények közt adnak mondjuk családon belül esetleg több vért, mert védeni kell a véradót is. Tehát ha egy liter vért valakitől levesznek, az biztos, hogy rosszul lesz, elájul, és hiányzik neki az a vér. Egy embernek 5-6 liter vére van általában. Hogy érzi magad, Gabi bácsi? Köszönöm, jó. Milyen érzés először vért adni? Semmi furcsa. Próbáltam gondolkodni, semmi. Olyan, mint amikor vért vesznek az embertől, annál is vizsgálhatok. De örülök, hogy végre bejutottál ide. Megszerültél? Ajaj. Jó, oké, semmi gond. Miért láttál valószínű? Oké, jól van. Most mit érzem? Beszeled? Oké, szóval. Mélyen vegyél levegőt. Pedig olyan bátran csinálta. Csak annyit vettem észre, hogy elsötétült minden, és összeestem, úgy fogtak meg a nővérek. Most hogy érzed magad? Már egy kicsit jobb, ahogy már ittam is, meg ettem is rá. Így már nem szédülök annyira, mint azok előtt.